Jó estét kívánok, kedves közönségünk! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Művészeti Akadémia művészetelméleti tagozata nevében. Solymosi Tari Emőke vagyok, a tagozat vezetője. Mint tudják, a keddi Kaleidoszkóp című pódiumbeszélgetés sorozatnak az a célja, hogy neves alkotóművészek, előadóművészek, illetve művészetelméleti szakemberek munkásságába, műhely titkaiba nyújtsunk bepillantást. Ezek a beszélgetések nagyjából olyan 1,25 órán át tartanak, és a végén a közönségnek is lesz módja hozzászólni, illetve kérdéseket feltenni. Nagyon nagy öröm, hogy a mai vendégünk egy építész, Túri Attila, akit köszöntök sok szeretettel, köszönjük szépen! Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Túri Attila, Ybl díjas építész, az itt látható tervek szülő atyának, Makovec Imrének volt tanítványa és munkatársa, Budakalász főépítésze, a Magyar Építészet Kamara egyik alelnöke. Az ő beszélgető társa, akivel biztos, hogy nagyon izgalmas beszélgetést fognak folytatni, hiszen a beszélgető társ művészettörténész, akinek egyik elsődleges területe éppen az építészet, tehát a beszélgető társa Súlyok Miklós akadémikus, mind a ketten akadémikusok, akiről még azt is hadd mondjam el, hogy ő ennek a sorozatnak, ennek a keddi Kaleidoszkóp című pódium beszélgetés sorozatnak a szerkesztője, szakmai felelőse. Úgyhogy most nagy öröm, hogy éppen ő saját maga vezeti a beszélgetést. Nagyon szép estét kívánok! Jó estét kívánok, kedves vendégeink! Én is. Szervusz, Attila! Szervusz! Kezdjük, vágjunk a dolgok közepébe egy rövid bejátszással a te rólad készült portréfilmből. Kérem szépen akkor a bejátszást. 5 évvel a mester Makovec Imre halála után hogy érzed magad, mint építész? Milyen látleleted van az építész közéletről, a magyar építészet helyzetéről? Ha már ebben kezdett, hogy 5 évvel a mester halála után, akkor nyilván elárvultan érzi magát az ember. Nehéz volt megszokni. Sokszor voltak olyan szituációk, amikor az ember azt mondta, hogy majd Imre helyre hozza, majd fölhívjuk, és akkor majd rendben lesz, és akkor rájössz, hogy ez már nem így fog működni. Hogy milyen az építész közélet. A szellemi része a dolognak, ha tetszik, akkor kicsit betokosodott. Nincs igazán új inspiráció. Másik oldalon viszont az, hogy létezik egy Kóskára Egyesülés, létezik egy vándoriskola, létezik egy országépítő, ennek egyre nagyobb az ismertsége. A másik az majdnem, hogy a praktikus része. Hisz visszautalnék arra, hogy se a Vörösiszapot, se más újjáépítéseket, se most a köznevelési infrastruktúra programot nem tudnánk megcsinálni, hogyha nem lenne egy olyan biztos hátországunk, mint a vándoriskola. A mester mindig azt mondta, meg erre is neveltek, hogy ha jó szívvel megkeresnek, ha őszintén megtalál egy feladat, akkor nem utasíthatod el, ha van rá képességed. Nem véletlen, hogy a Makovec Imrével kezdjük, hiszen ő volt a te mestered. Ugye én körülbelül egy generációhoz tartozunk, én ismerlek téged, benneteket abból az időben, amikor a 80-as években Makovecnél helyezkedtetek el, sőt már a nálad néhány évvel idősebb ugye Nagy Tamást vagy Vince Lászlót is akkoriban is jól ismertem, és figyeltem, hogy mi vezeti ezeket a fiatalokat, mármint azokat a fiatalokat, akik akkor voltunk, vagy voltatok mindannyian, éppen Makovechez. És akkor mivel gondoltam, hogy csak az vezethet oda, hogy az ő építészetét gondoltam én, mint kicsit formalista művészettörténész, kívülről szemlélő az építészetet, az ő építészetét és a formáit ti annyira fontosnak tartjátok, hogy oda szegődtök. De aztán később Nagy Tamás említett egy olyan mozzanatot, ami szöget ütött a fejembe, vagyis, hogy amit te is említesz itt, a szellemi inspirációs forrást. Tehát szellemi, mondjuk úgy, hogy talán kicsit a kifejezés túl
terhelt, de nem találok most hirtelen jobbat, erőközpontot éreztetek ott. Tehát valami olyan művészeti teljesítményt, valami olyan építészeti teljesítményt, és valami olyan szellemi teljesítményt, ami oda vonzott benneteket. Legalábbis, mondom, mások ezt mondták. Te akkor hogy voltál ezzel? Egyrészt azt gondolom, hogy egy 24 éves fiatalember, hogyha egy tapasztalt és erős építész mellé kerül, azt mindenképpen szellemi központnak tekinti. Tehát, hogyha más mellé kerültem volna, sors más mellé felé vitt volna, valószínű, hogy ennél csodálattal néztem volna, nem tudom én kicsodát. De a sors mégiscsak erre felé vezetett, a visegrádi táborokon keresztül, és azért azt el kell mondani, hogy azok az emberek, akik Imre köré gyűltek, kivétel nélkül valamilyen fajta iskolázottságon átmentek. Az iskolázottság alatt a visegrádi tábort értem többek között, hisz Makovec Imrének ez volt a harmadik kvázi magán mesteriskolája, és ellentétben az első kettővel, ami egy bizonyos értelemben klasszikus mesteriskola, hisz egyébként talán kevesen tudják, hogy a Mész mesteriskolájával egy időben keletkezett ez, szó szerint egy időben, amely egy nagyon komoly elméleti megalapozottsággal indult. Csak az Imre, ahogy mesélte, ilyenek vagyunk egyébként, tehát megváltani a világot azt nagyon szeretjük, főleg ha sör van a kezünkben és félfenékkel a konyhaasztalon ülünk, van minden, de amikor arról volt szó, hogy most ezt gyakorlattá kéne nemesíteni ezt a dolgot, akkor az értelmiség hús, ezer felé. És azt mondta az Imre, hogy akkor most megfordítja ezt a dolgot, nem baj, hogy buták vagytok és műveletlenek, először dolgoztok, és majd utána meglátjuk, hogy tanultok-e. És ez bejött. Ez volt az egyik dolog. A másik az pedig egy feltétlen elfogadás, tekintély. Én egy tekintély elvű, hogy mondjam, korban nőttem föl, tehát ennyi maradéka, ugye 59-ben születtem, ennyi maradéka még a két háború közötti világnak volt. Hogy a tekintély, azt még a kommunista politika sem kérdőjelezte meg, hogy van tekintély. Ma ez már nem teljesen így van, tisztelettel jelzem. Tehát nekem teljesen természetes volt, hogy valakibe higgyek. Amikor kajakoztam, akkor Fábián László olimpiai bajnokba. Az öcsi azt mondta, hogy fejjel lefelé kell evezni a Dunán, akkor fejjel lefelé evezte az ember, nem mondott ilyet, de bármit elhittünk volna, csak a spiccel legyünk. Hogyha a mester ezt csinálja, akkor ezt feltétlen hittel ittuk, és mivel ő megemlítette azt, ráadásul a Korvinában megjelent könyvébe, hogy minden tudásának a forrása Rudolf Steiner antropozófiája, akkor mi erre a forrásra ugrottunk. Ilyen egyszerű. Értem. Akkor most kérem szépen a PowerPoint-os prezentációt elindítani, és itt mindjárt kellett volna annak a képnek látszani, ahol te a mesterrel, egy hangulat keltésképpen. Egyelőre egy kaleidoszkóp látszik. Megjelensz, nem baj, majd mindjárt megjön a vetítésünk is. Igen. Ez a Sáspataki 88-as felvétel. Na most a te építészeted és azon kívül a magyar organikus és a regionalista építészet egyik alap eszköze és motivuma a tégla. Ugye itt a Terlaculó könyv borítóján is egy tégla rakás, tégla falburkolat részletet látunk, és ahogy veled is már beszéltünk erről több ízben, nagyon sok jelentésű a tégla. Ugye te ezt nyilván nem stilisztikai vagy egyéb szempontból használtad, hanem mi volt a te téglához fordulásodnak az oka? Igazából biztos, hogy van benne egy természetes anyaghasználat, hogy egy elemekből építkező világot mutat meg, de őszintén megmondom, nagyon egyszerű pedagógiai oka volt a tégla használatának, mert ahogy mondtad, tehát az ember a mesterét próbálja ellesni, és természetesen olyan házakat szerette csinálni, mint a mester. Ez egy kis kitérő, tehát én úgy kerültem ki az egyetemről, és úgy hívott meg a mester magához dolgozni, 3 év vagy 4 év visegrádi tábor után,
Bementem az irodába, azt mondta, figyelj fiacskám, itt van egy szerződés, odaadta a kezembe, Nagykállóra 6 foglalkoztatós óvoda, 278.642 forint, utazzál le, 2 hét múlva várlak a vázlatokkal, szervusz. Azt se tudtam, hol vagyok. Fogalmam nem volt. És próbáltam Makovec házat rajzolni, részben azért, mert hittem benne, részben meg, hogy mondjam, jó nevelt gyerek vagyok, és hogyha őt keresik meg egy házzal, akkor nem próbálok befelé lejtős, lapostetős házat csinálni, csak azért, hogy megmutassam, hogy én Mayerebb gyerek vagyok, ez butaság. Ez üzletileg is nonsens, mindenfajta szempontból nonsens, tehát próbáltam ilyet. És addig rajzoltam ilyen házakat, aztán Újkígyósra faluházat, meg nem tudom én micsodát, hogy próbáltam azokat a egészségesen utánozni a mestert. És egy idő után azt éreztem, hogy nem tudom csinálni. Tehát, hogy bizonytalan vagyok, hogy maníros vagyok, hogy próbálok ilyen nem tudom én miket rajzolni, ívek mennek jobbra-balra, nem tudod, hogy hova támaszkodik le, majd vasbetonból valahogy megáll. Tehát típusú dolog, és két dolog történt. Az egyik az, hogy megkértem a mestert, hogy többet ne adjon önálló tervezési munkát nekem, amire ő erősen csodálkozott, de megértette. És szerkesztő munkát adott, de olyan szerkesztő munkát, amit, és ez megint csak jellemző a mesterre, nem fejezte be a rajzokat, hanem folytasd tovább, innen már tudod tovább te is. Megtisztelt azzal, hogy mutatott egy utat. És ekközben tanultam, és ekközben nagyszerű épületeken vettem részt, Sárospataki Árpád vezérgimnázium volt az első. És persze voltak saját házaim, és mindig nagyon sok családi házat terveztem, mert szerettem ezt a műfajt. És egy idő után, és ezt Nagy Tamástól hallottam ezt a mondatot, amikor kérdezték tőle, hogy miért a tégla. És azt mondta, hogy a tégla fegyelmezetté tesz. Mert annak modulrendszere van, egyéb ilyesmi. Most én nem vagyok ennyire fegyelmezett ember, mint Tamás, aki a Szombathelyi Takarékszövetkezet, vagy mi a banképületet tényleg tégla modulba osztotta ki. Nekem ettől kiégnek a reléim. Tehát, hogy én itt ilyen 13 meg 12 és fél centibe osszak ki egy házat, én megőrülök. Tehát nekem ez nem megy, ez a dolog. De a tégla jó volt arra, mind amit itt mutattál, hogy egyrészt így is lehet rakni, úgy is lehet rakni, és megóv attól, hogy egy boltozatot be kell tudni fejezni, és le kell tudni támasztani valahova. Nem lehet pimpilimpizni, nem lehet hülyéskedni, és ebből egyfajta fegyelmezettség adódott, illetve egy olyan rajzolási modor, a srácok mindig kinevetnek ezért némi joggal, hogy volt olyan épületem, ami elkezdtem A metszet, B metszet, C metszet, és elfogyott az ABC. Tehát Z metszet is volt. Mert szeleteltem, mint egy, mi ez a komputertomogra, tehát ez a CT, tehát szeletekből állítottam össze a házat, mert avval tágul és szűkül a tér. És ez megtanított egy olyan tervezési és szerkesztési módra, amiben egy vázlat után én 50-es metszeteket rajzolok. Aztán megint vissza 200-ba, aztán megint nem tudom én mi, szűkül, tágul, mint amikor egy rajztól ellépsz és ránézel, hogy jó ez így. Ugyanezt csinálom szerkesztésbe. Csinálom, csináltam 10 évvel ezelőtt. Úgyhogy ez a tégla története fegyelmezetté tesz. Értem. Itt ugye a képek közül a legelsőn is, amit összeállítottál. Kaleidoszkóp. Kaleidoszkóp. A legtöbb képen tégla falrészlet. Igen. Látható. Na most a te munkásságodnak, és ha jól tudom, az építészeti antiszeremben nagy része a lakóháztervezés felé fordul. Ugye a Műegyetemen a lakóépülettervezési tanszéken tanítottál is. Itt is a tégla használatot látjuk elsődlegesnek. Mi a te alapfilozófiád, amivel építészetileg egy otthon tervezéséhez nyúlsz? Uha. Szóval, hogy mi az alapfilozófia? Hát nem, azért nem formai kérdést teszek föl, mert ebben az általános kérdésben belefér az is, hogy hogyan bánsz a megbízóval, jó, hogyan, okay, milyen anyagot választasz, jó, milyen léptékben dolgozol, stb. Biztos, hogy a mestertől tanult módon, aki egyébként halkan jegyzem meg,
Vörösiszapnál beszélgettünk erről, hogy a 15 mintatervből a mesteré volt a legelemibb, és a, ilyen értelemben a legegyszerűbb. Mi mind túlhúzzuk a dolgot. A mester már egy nagyon erős sűrítményt csinált. Nyilván én is a családi ázambát nézzék meg, hát van itt minden, mind a moziba. De én szerettem ezt a világot. Én szerettem azt is, hogy a téglát is ezért szerettem, hogy a mesterségbeli tudás, a kőműves tudása látszik rajta. És ezáltal ő kicsit, hogy mondjam, nem múlik el nyomtalanul a munkája. Ott marad a kezem nyoma, még a hibába is. Nincs ebben semmi baj. Nos, a családi ház tervezésnél egyrészt én, hogy mondjam, szóval nagyon, azt hiszem, hogy nagyon megengedő vagyok a megrendelőkkel kapcsolatban, mert az, alapvetően azt mondom, hogy ő fog benne lakni. Tehát nem bizonyos dolgokhoz ragaszkodok, vagy bizonyos, soha senkivel nem veszem össze tervezés közben. Tehát, hogy mindig megértettük valahogy a dolgot, de nem ragaszkodtam sok mindenhez, hanem ez egy picit gumiból volt. Mind ahogy a házak is, ha tetszik, additív jellegűek, ha tetszik, nem tudom én mik, ez a játékosság, ez nagyon sok mindent el tud viselni. Nagyobbnak kell lenni a konyhának, nem jön ki a szigorú szerkesztésből, akár akkor majd lesz egy méterrel nagyobb, hát úgyis jó még. És hát mondok egy példát. Ugye az egy ilyen közmondásos dolog az építészek között, hogy jött a megrendelő kockás papíron a tervel. Ennek van rosszabb változata, ma mindenfajta ilyen számítógépes sketch programokat lehet kapni. Ugye ennek mindig az a problémája, hogy a megrendelő akkor meg van győződve, hogy megtervezte a házat. Meg a folyóirat. Meg a folyóirat, igen. Tehát hozza, nem tudom én mit, meg a sketchet. És én nagyon sokszor mondtam azt a megrendelőnek, hogy tőlem nyugodtan hozzon kockás papíron, vagy lehetőleg inkább ne kockás papíron rajzot. Semmi gond nincs vele. Egy feltételem van. Ha még egyszer előszedi, kirúgom. Mert én olvasni tudok abból, amit ő lerajzolt. És ő agyalt közben, hogy kellene a gyerek szobának lenni, és oda még belátni, és nem tudom én, mi egy struktúrát megpróbált fölépíteni. De ha tovább hagyom, hogy ott legyen a rajz, akkor majd elkezdi számon kérni, hogy hát mérnök úr, hát csak vastagabb falakat kellett volna rajzolni, meg fesztát, meg statikát, ahhoz én már nem értek, akkor ugye máshol beszélgetünk. Tehát én ezeket mind szerettem, ezeket a dolgokat, és talán ez a Solymári ház, ami egy ilyen viszonylag összefogott példája egyébként ennek. Ugye azért választottuk, hogy esetleg erről igen, lehet többet beszélni. Ezt a szabad formálást, amit a játékosságnak mondasz, ezt én most megint kicsit meredeken vissza fogom vezetni külső szemlélőként oda, ahonnan az európai szecessziós építészet indult, ez az angol szabad stílus. Ezt már Antoni Gall épületeinél is említettem, itt ezen a Szent Dobogon, amikor ővel beszélgettünk, mert az ő házaira is bizonyos mindig jellemző. Tehát a korai angolok, akik, most szecessziót mondunk, de ne a közép-európai szecessziót gondoljunk, hanem az angol rurális Webb, Shaw, illetve hát Voysey, meg igen, főleg Voysey házaira, akik egy általuk modernnek, akkor ultramodernnek tartott, vagyis hogy nem historizáló, nem neogót, nem neoklasszikus építészetet kezdtek el művelni, és az angol vidéki építészetből vették a motivumaikat, és majdnem ennyire jazzesen terveztek, mint te. Csak ők még kicsit szigorúbbak voltak, de ez a játékosság, ez bennük volt. Ugyanakkor ennek a játékos formálásnak a kulcsa, vagyis a sikerének a kulcsa ott van, hogy az építésznek van elég érzéke ahhoz, hogy az tényleg szépen kijöjjön, és ne valami teljes káosz legyen. Te hogy rázad össze a házat azért, hogy ilyen fegyelmezettekké váljanak, még akkor is, hogyha látjuk, hogy tényleg ez a teljesen szabad formás. Hát a káosz és a ugye ez már egy esztétikai szempont. A káosz és a kakofónia között félúton, igen. A káosz is a rend határán van, de nem esik szét. Jó.
Tehát egyrészt az előképek nekem sokkal inkább az amszterdami iskola volt az előképem. Tehát nem csak de Klerk, hanem Stahl, Kramer és Wiewald. Tehát ez a világ, az a munkás lakótelep világ, amelybe ők bele tudták vinni ezt az expresszionista megformálást. Tehát ez engem roppantul izgatott ez a dolog, a rációnak és a költőiességnek a határmesdéje. Ez az épületnek a részben a története is egy alaptörténet, megjelent nálam egy fiatal, nagyon szimpatikus házaspár, és mindig, még hogyha meg is tudunk egyezni a nagy dolgokba egy első megbeszélésen, vagy második megbeszélésen, egyrészt minden megrendelőmnek eddig azt mondtam, hogy ha pénzről, határidőről, bármiről volt szó, hogy ne, kérem, hogy ne válaszoljon most. Menjen haza, és aludjon rá egyet, és hívjon föl. Nem kell, hogy az én nagy dumám, az én ráhatásom őt befolyásolja ebbe a dologba. Aludjon. Álomnál nincs jobb tanácsadó. És a másik, amit mondtam, hogy a valóságnál nincs jobb példa. Tehát fölírtam nekik 5 háznak a címét, hogy menjenek el és nézzék meg. Mert te házaim. Én házaimat, mert hogy látták a házaimat, és hogy tőlem szeretnének házat, de nem volt egyértelmű, hogy miért pont hozzám, de mondtam, hogy... És a fiatal ember azt mondja, hogy ezt láttuk, itt jártunk is bent, itt beszéltünk a tulajra, hogy ezt nem vettük észre. Mondom, viszont nem vették észre. Szóval nézze, mi itt Solymáron akarunk építeni, és elhatároztam a feleségemmel, hogy mondjuk 2 hónapig az összes észak-budai települést bejárjuk, minden egyes utcát, és ahol érdekes házat, és nekünk a szívünket megdobbantó házat látunk, oda becsöngetünk, és megkérdezzük, hogy ki csinálta. És mivel ezen a listán maga elég előkelő helyen szerepelt, ezért magához fordultunk. Paf! Fölkészült ember, ugye? Megmutatták a telket, természetesen mindig kifogom az ilyen 30-40 fokos lejtőket, tehát csak és kizárólag hülye terepre tud a túri házat csinálni. Ráadásul ez északi. Ugye, tehát ez az old meg a dolgot, ugye észak felé nem néz semmi, mert ott mohás minden, és nem tudom én mi, gonosz szellemek és egyéb ilyenek, nap meg nincs. De olyan meredek, hogy nem süt át rajta rendesen a nap. Én meg az utcától mindig egy picit úgy szeretek távol lenni, tehát egy kicsit úgy intimebb legyen a dolog. És ebből lett ez a féltetős megoldás, mert azt tapasztaltam már korábban más házaknál is, hogyha csak egy ilyen kicsi vacak szalag ablakot adsz, de az a nappaliba be tud világítani, akkor nyersz egy fél órát, egy órát a lemenő napnál. Ha sima ablakod van, hamarabb lemegy a nap, nem világít be. És hogyha nyersre hagyod a tetőszerkezetet, akkor a lemenő nap még a hegy tetőből úgy világít be, hogy bearanyozza ezt a nyers fa felületet. Tehát lesz egy sajátos hangulat, holott nem szemből süt. És akkor ebből jön egy konstrukció, ezt valahogy ugye ezt a hülyeséget meg is kell állítani, tehát hogy ilyen nem normális a ház, hanem nem tudom én mi, és akkor utána meg elkezd az ember szórakozni, hogy ebből lesz egy szerkezet, és hogyha tovább lépsz, akkor ott az mutatja a belső szerkezetét. Ez egy nagy hajó, vagy én nem tudom, hogy micsoda, de nem... Ez egy méretes darab, nincs ilyen, vágyam, hogy ez most olyan, mint egy hajó. Érdekelnek a részletek, meg szeretek elvacakolni. Ez az eleje, ez a nagyon sokáig rajzoltam ilyen kihegyezett házakat. Valamiért ez lett a mániám, hogy minden olyan hegyes dolog, és hogy olyan töredezett. Tehát, hogy nem metafora, hogy olyan minta, vagy nem egy hasonlat a dolog, hanem hogy valami dinamizmus legyen benne. Hogy most ezt sziklának nézi valaki, vagy hülyeségnek, az egy másik dolog, de van valami fajta erő benne. És hát nyilván ez az, tehát hogy valószínűleg egyszerű a dolog, ott nem tudom, hogy 6 darab vagy 4 darab ilyen ragasztott tartóív tartja a házat, és arra, mint főszerkezetre rá lehet emelni, meg rá lehet tenni mindenfajta hülyeséget, és akkor ennyi. Ennyi a történet. Alul nehéz, fölül, hogy hívják, és ez egy elég vegyes ház, mert a megrendelő nagyon szeretett volna
Bogdányi, az nem andezitet használni, azt lehet látni ott egy részen, és az alja az inkább ilyen sziklaszerű andezit burkolat, a felső része az meg tégla, az meg nyers tégla. Kicsit vegyes, de szerettem csinálni. Én nekem van egy olyan elképzelésem a tégla használatáról a mai magyar építészetben, hogy a tégla önmagában az három dolgot, az időt, a kézi munkát és a kis léptéket hozza be az épületbe. És ez mind hiányzik az életünkből. Mert eltűnt az idő, ebbe a gyorsaságban, amiben élünk, már időről nem beszélünk. Már itt ilyen, már csak gigabájtokba fejezzük az időt, hogy mennyi, hány gigabájtot sikert átküldeni, tehát már nincsenek másodpercek se. Nincs kézi munka, mert minden szerkezet ipari. Igen. És ezáltal ugye múlt sincs, tehát az anyag is eltűnik az ipari szerkezetben. Itt azonban kézi szerkezet van, és minden egyes téglának van valamilyen szintű, tudjuk, hogy az is géppel készül, de mégis van egy anyagszerűsége. És ezt nem csak a te épületeidben, hanem az organikusok, de az összes többi mai magyar építész, aki nem az organikus iskolához tartozik, de ugyanolyan színvonalasan használja a téglát, ugye például Turányi Gábor egy egész költeményt tervezett erről Herenden. Igen. Pontosan ezt az aspektus... Sokat tanultam a mestertől. Ezt az aspektusát a téglának magának csodálatosan ki tudja bontani. Tehát, hogy van egy tartalma a téglának és a tégla használatának önmagában. Akkor is, hogyha tudjuk, hogy ma már nincsenek tiszta téglafalak, mert azok csak a várakban voltak, vagy akkor is inkább kőből volt, mert mindenhol kompozit falak vannak, mert olyan sok rendből áll össze egy falnak a szerkezete, hogy abban aztán a tégla esetleg burkolatként tud megjelenni. Kevés van építész, aki azt szeretné elhitetni, hogy ez mind téglából van, full 50 centis fallal. Ugye ilyen nincs ma már. Ennek ellenére mondom, hogy a tégla a mai magyar építészetben, de nem csak ott, hanem a világ más helyein is, ezt a három dolgot, a múltat, az időt és a kézi munkát hozza be. Én ebben egyetértek, és ezt is gondolom a dologról. Lehet, hogy rosszul emlékszem, mert mindent elfelejtek, de ha jól emlékszem, a Wright azt mondja a testamentumban, hogy a modern építészetben a részletképzésben egyfajta romantikus elvnek kell érvényesülnie. Én ezt szerettem a téglába és ezekbe a szerkezetekbe, hogy úgy lehetett lebontani egy gondolatot, hogy abban megadta ezt a kis játékosságot, hogy tudom így is, de még mindig rendszeren belül tudtam maradni. Ez egyik. A másik, hogy én soha nem voltam, és már nem is leszek ilyen nagyon hithű, meg konzekvens, meg racionális építész, mert tehát nekem nem biztos ez gond, hogy de az, amit mondta, hogy ellentét az ipari előregyártás, vagy ipari szerkezetek és a tégla között, nekem soha nem okozott olyan különösebb gondot. Ahol racionális a nagy szerkezeteknek, a nagy szerkezetet használunk, de az a mániám, hogy egy házat le kell tudni bontani a kilincsig. Tehát, hogy legyen rajta olyan részlet, olyan szerethető részlet, ami értelmezi az egészet. Ami ahhoz a hatalmas léptékhez lélekbe föl tudja növeszteni az embert. Tehát én nem, hogy mondjam, nem kapok borzongást, vagy jó értelmű borzongást most márai szavaival, Schroeder, hogyha mondjuk 600 négyzetméter gyönyörű, nem tudom én milyen téglafalat egybe látok. Tehát nem. Tehát én ezt nem gondolom, hogy ettől most nem... De hogyha már említetted Turányi mestert, tehát a Herendi porcelániumnak a fala, amiben a Schrammelnek, illetve a munkatársainak egy beszélő fal keletkezik, azért az egy kicsit más. Mert képes egy történet előbújásából, visszahúzódásából olyan impulzusokat adni az embernek, ami... Ráadásul az nem 500 négyzetméter tégla egybe, hanem nagyon jól megkomponált részleteknek a
sorozata. És hát az inkább talán költőinek nevezhető az a formálása, abszolút, hogy ő abszolút talán, vagy hát a romantikus is jó kifejezésre. Ezen az épületen is, de a többi lakóházadon is látszik a Frank Lloyd Wright lakóházépítészetének, villaépítészetének a közvetlen hatása. Legalábbis azoknak az épületeinek hatása, amelyek ezekkel az anyagokkal dolgoznak. Öregszem, és azért azt lehet érzékelni, hogy a stíl, vagy a hozzáállás a kezdeti, hogy mondjam, csikós, erre is rugunk, arra is rugunk magatartásból, egy picit, hogy mondjam, visszaszelidült, vagy szikárabb lett, vagy nem tudom én. De hát mondjuk az a Balassóképpen, ami, hát hogy lesz-e belőle valami a Kutvölgyi úton abból a házból, az 10 éve tervezzük. Akkor most áruld el, hogy ez micsoda? Az egy, most már nem tudom, azt hiszem 3 lakásos ilyen luxus ház. Társasház. Társasház, igen. Egy marháskodás. Értem. Na most az épületek másik csoportja, amelyek az ipari épületeket nevezette munkatereknek. Ugye te viszonylag kevés ipari épületet tervezel. Hogyan tudsz hozzáállni ahhoz a építészeti feladathoz, ami aztán tényleg az iparosított építészetnek a terepe a 19. század második felétől. Itt, amit kiválasztottunk, az a CD gyár. Igen. Ami itt látható. Középen. Középen. Lent. Mert fölül az a törökben. Az a felső, tehát a baloldali és a jobb felső, az Budakalászon egy gyógyszerüzem, aminek az a története, és ezt gondolják meg, hogy erkölcsös vagy nem erkölcsös, amit én csinálok Budakalászon. Tehát egyrészt az az alapállás, és hogy mint főépítész azt gondolom, hogy példát kell tudni mutatni. Én nem hiszek abba a fajta dologba, hogy én ülök egy asztalnál, és most eldöntöm, hogy szép vagy nem szép. Ez nem így működik. Hanem segíteni kell, meg tőlem nem kérdezi meg senkit, nem tudom, 10 év vagy 15 éve, hogy mi maga hogy csinálná. Menjék ki, azt nézd meg. Ilyen egyszerű. És ha nem tetszik a falunak, akkor majd elzavarnak. Egyelőre még nem zavartak el. Egy darabig igen, de aztán már visszamentem. Szóval jött egy ember, és egy gyógyszerüzemet tervezett, és egy gyógyszerüzemeknek az a tulajdonsága, hogy nagyon szélesek, mert nagyon bonyolult folyosórendszer van, tiszta folyosó, steril folyosó, nem tudom én mi, tehát egy nagy lepény lesz. És mivel az volt az előírás ott a Dunaparton, hogy azért valamilyen fajta magas tetőt kell csinálni még az ipari épületekre is, ő szerencsétlen fogta és rátett egy sátortetőt. Hát most el tudod képzelni, hogy a 4 méteres párkányról induló sátortető, amilyenek a gerince mondjuk volt 15 méter, ahogy nézett ki az az épület. Tehát egy teljesen aránytalan ostobaság, olyan padlásterek jöttek ki, amibe egy tornacsarnokot bele lehetett volna tenni. És mondtam, hogy ez így nem működik. Ez így nem jó, ilyet nem szabad csinálni. Ez településképileg ez elfogadhatatlan egy ilyen, de mellesleg egyébként ostobaság is, és a megrendelő pénzét pazarolja most. És nagyon rendes ember volt, és viszont begörcsölt ettől a dologtól, és egyre vacakabbakat rajzolt. És mondtam, hogy ezt nem így kell, és az igazgató úr, Isten nyugosztalja, lehívott magához, hogy én mit szórakozok, és miért akadályozom ezt a dolgot, és mondtam, hogy nem akadályozom, értse meg, hogy most próbálom a maga pénzét és a maga energiáit spórolni ebben a dologgal, mert ez butaság ez a dolog. És hogy miért akkor maga mit tudna ebből kihozni? De mondom, ez így nem működik, hát itt a tervező, hát ez nem fogunk, de hogy a tervező is mondta, hogy rajzoljak már valamit, mert ez így nem megy. Mondtam, jó, kérek 2 napot, rajzoltam ezt a dolgot. Elvittem neki, letettem az asztalra, az igazgató elsápadt, szó nélkül felállt, kiment egy másik helységbe, és bejött egy ilyen Móriczka rajzal. Ez a ház volt rajta. Gyár. Azt mondta, ezt adtam a tervezőnek, és én csúnyán ránézett. És ott megegyeztünk, hogy én nem értek a technológiához, marad az ő alaprajza, viszont értek az építészethez. És ez lett belőle, és kiszámoltam a igazgatónak, hogy hány négyzetmétert és légköbmétert spóroltam meg, és azt mondtam, hogy akkor az a feltétele, hogy szerződést kössünk,
egyrészt a kollégával együtt tervezünk. Az a feltétele, hogy én megspóroltam magának, nem tudom, most mondok egy összeget, 120 ezer forintot, mely itt megígéri, hogy téglával beburkolja a házat. És nem fogja műanyaggal, és nem tudom én mivel kezet adott, és így meg tudtam csinálni. Több próbálkozás volt persze, hogy hagyjuk már, meg mennyi pénz, meg nem tudom, én mindig azt mondtam, igazgató úr kezet adott rá. Mondta, hogy hát igen. Úgyhogy megcsinálta a másik, ha lépünk egyet tovább, akkor azon jobban látszik. Most az még ehhez hadd mondjak egy apróságot, hogy itt akkor megkettőződött az épület, tehát te megdizájnoltad, de meg volt benne, megmaradt benne az a technológiai építészeti kiosztás, az alaprajz, amit csinált ez a bizonyos kollega. A fejépület rész, amiben egy-két szállásépület volt ilyen kutatóknak, meg a reprezentatív bejárat, azt leválasztottuk róla, azt megcsináltam, tehát az teljesen új volt, de a nyaktól hátrafelé lényegét tekintve centire megmaradt az alaprajz. Jó, egy-két bigyula volt benne, de meghagytuk, mert részben én azt gondoltam, hogy ezt így lehet rendesen, és nagyon jól dolgoztunk együtt. Tehát neki semmi baja nem volt, ő megkapta a pénzét, azt, amit kialkudott, és szerintem egyébként, tehát nem szerintem, pontosan tudom, hogy mara büszke, és azóta portfólióként ezt hurlozza körbe. És ki volt ez a bizonyos építésze? Elfelejtettem a nevét, de Túrinak hívták. Meg fogsz lepődni. Aki elkezdte tervezni, és aki... Túrinak hívták. Ja, tényleg? Egy nyíregyházi tervező, ja, igen. Senki sem mossa le se őről, se terület, hogy... Semmit. Igen. Tehát, ha tovább lépünk, akkor most következik a Török-Bálinti CD vagy DVD gyár, aminél ugye kevés unalmasabb épület van, és te tudod nyilván, hogy a Dobai Jánosnak van egy óriási ilyen CD gyára. Hol a csodában van? Gödöllön? Nem tudom, biztos. Amit mint cool... szuper gyártási technológiás, mármint építési szerkezetes épületet, ami egy ilyen nagyon finoman megformált kis doboz, kis nagy doboz, az ipari épületek kedvelői hátsó istenítenek. Itt most egy ellenkező példáról van szó. Itt is két részre tagolódik az épület. Van a fej épület, ami egy formált, egy barátságos középület, és van mögött az óriási csarnok, a hosszan elnyúló csarnok. Igen. Ez két fiatalember keresett meg azzal, hogy tervezek nekik egy ilyen gyárat. És hogy beszélgettünk, előhúztak egy, nem vagyok rá büszke, az építészeknél tök ciki, de hát ez őszinteség, egy szép házak újságot, aminek a címlapján az én egyik házam volt. Mindent megtettem és tiltakoztam, hogy valaha is a szép házakban megjelenjen szegény Fogleremért. De a tulaj az a Foglnek volt a szomszédja Balatonon, és kierőszakolt, hogy a ház címlapra kerüljön, ez egy kőburkolatú ház volt. És megjelent ez a két fiatalember, és közölte, hogy ők vettek egy telket Török-Bálinton, és egy ilyen nagy üzemet akarnak csinálni, mitől néhány ezer négyzetméter, csarnok és minden egyéb ilyesmi. És hogy miért hozzám? Hát nekem nincsenek ki referenciáim, akkor még a Budakalászi nem épült föl, akkor épült 2004-ben. Hát azért jöttek hozzám, mert hogy látták a szép házakba azt a családi házat, és ez kővel van borítva, és nekik van egy kőbányájuk is, és arra gondoltak, hogy milyen olcsó lenne akkor abba burkolni. És ismerik ezt, amikor az ember elkezd forogni, hogy hol a kamera? Tehát, hogy ez nem lehet komoly ez a dolog. Ráadásul, mert egy bevásárlóközpont kávézójába találkoztam, tuti voltam, hogy ez egy itten szkandi kamera, hát ez nem lehet más ez a dolog. Kiderült, hogy nem. Akkor mondtam, hogy és hol a telek? Hát a Török-Bálinton. Mondom, ott nincs sík terep. Hát igen, egy kicsit lejt, hát ennyire. Mondom, és erre akarnak csarnokot? Hát igen, akkor megint kandi kamera. Hát ez nem létezik. Hogy mondjam, olyan bizonytalan volt az egész, hogy ez a menedzser generáció volt, aki azt tanulta meg az iskolába, hogy úgy kell csinálni a dolgokat, hogy apró folyamatokká szétdarabolni, mert akkor mindig ő az összekötő az egyes részek között, és akkor irányítani tud mindenkit, kijátszatni az egyiket a másikkal, egyébként. Tehát ezt marhára megtanulták, és nekem se akartak megbízást adni az épületre, hanem hogy dizájnra. De mondtam, hogy én ilyen hülyeséget nem csinálok.
És gondoltam, hogy bocsánat, nem szabad ilyet mondani, de hogy lerázom őket. Tehát, hogy azt nem mondom, hogy nem, jó szívvel jöttek, nem mondhatom, hogy menjetek a fenébe, mert rajzolok egy skiccet, aztán kész. És rajzoltam egy skiccet, és az volt a kitalációm, arha nagy ötlet, hogy nem tudom, hogy tudják-e, hogy a CD-be, ugye ott az is olyan, mint a lemez, ilyen spirál, és ilyen beleégettet, ugye piktek vannak benne, ilyen tátititátá, tehát rövidebb, hosszabb dolog. A bejáratának a kvázi, ja, mert mindig az volt, hogy az ő cégük mekkorában legyen fölírva, hogy a logó, az imázs, nem, tehát megint csak ez a menedzser képzős duma, és mondtam, hogy akkor kapnak egy olyan bejáratot, ami mellett ott az egy CD tok és borítónak a kvázi felnagyított képe, az a baloldali rész, és kész. Elhitték. És elhitték. És onnantól kezdve nem szálltak le rólam. És akkor megbíztak már az építészettel, jó, akkor statikával még nem, de aztán majd abban is, meg nem tudom, ment ez a dolog, és egy jó darabig úgy hittem is, meg nem is, hogy ebből a dologból lesz valami, megrajzoltuk, szerintem Zoltán együtt rajzoltuk ezt a dolgot, hagytuk, hogy legyen, azt egyszer csak megjelentek, és elkezdték építeni ezt a dolgot, és mindent nagyon szépen megcsináltak. Tehát ami hiba van benne, az tisztelettel jelentkezem, én voltam. Tehát én nem gondoltam végig, én nem csináltam rendesen meg, de egy ilyen sajátos hangulatú világ lett, ezt úgy kell elképzelni, te mondtad, hogy nincsenek már 50, 60, 70, 80 cm-es falak, természetesen ez is vasbeton, kívül 20 cm hőszigetelés, utána 11 cm tégla, és mivel belül is téglával van borítva, ott is 11 cm tégla, tehát ez ilyen vastag. És azt találtam ki, hogy ezek a bevilágítók is, nem tudom én micsodák, azok 5 mm-es üvegből levágnak 6 cm-es csíkokat, és azt ilyen 70 centis ilyen tüskéket ragasztottak belőle össze, attól függ, hogy hány réteget, olyan nagy volt, és ezeket kvázi így áttolták a falon. És ezt megcsinálták rendesen. Azt nem tudtam megcsinálni, hogy ez is spirálba legyen, mert spirálba nem lehet falazni, tehát azért az túlzás, tehát annyira nem akartam ilyen hülyeséget, hát ez lett belőle. Értem. Na most a te építészetedet, de... Ja, és bocs, és volt még egy igényük, hogy ugye ők elkezdtek DVD-t, nekik az volt a nagy buli, hogy a nyersanyagból gyártották a DVD-t, fölírták, nyomdába kinyomtatták hozzá a füzetet, és akkor nem tudom én, valamelyik ilyen sztárocska, akit most épp fölkapott a világ, és megjelent 1000 példányban az új CD-je, az ilyen hihetetlen hisztivel ült az előcsarnokban, mert persze saját autóval szállította el, tehát nem volt kiadója, meg nem tudom én mi, de gesztusaiban olyan volt, mintha nem tudom én ki, Liza Minnelli ülne az előcsarnokban. És azt kérték, hogy olyan előcsarnokot csináljak, amiben ezek a frissen felkapott sztárocskák egy kicsit megértik, hogy hol vannak. Tehát ami úgy viselkedésre ösztönzi őket, hát ezért volt ez a kicsit teátrális dolog, hogy oda belép, akkor egy kicsit elhalkul. Elméleti vonatkozást szeretnék felvetni. A te építészeted, ahogyan Makolcz Imre és tanítványai is, az antropozófián alapul. Igen. Gerle János ebben a könyvben egy nagyon érdekes elemzést ad erről az épületről, nevezetesen antropozófiai szempontból közelít az ipari épületekhez. Én már nem, mivel nem vagyok antropozófus, ezt nem tudom megtenni, de felolvasok két rövid részletet Gerle szövegéből. Nagyon érdekes. Aki ismeri Rudolf Steiner tanait, illetve az antropozófia építészet szemléletét, annak számára ez nem lesz újdonság. Aki viszont nem ismeri, annak újdonság, mert rendkívül megszívlendő szemponttal hozakodik elő Gerle János. Azt mondja, egy másik szempont, aminek alapján az ipari épületekhez közelíthetünk, az anyag átalakításának, átszellemiesítésének szakralitása. Az ipari épület nem csak mint mesterséges tárgy, azaz a természet anyagainak metamorfózisa értelmezhető, hanem mint olyan hely is, amely az átváltozás, átváltoztatás folyamatos színtere. Az emberi tevékenység legnagyobb része környezetének megmunkálása, megművelése és átalakítása, a holt anyagok magasabb szervezettségi szintre emelése. Nem csak az emberi organizmus változik a fejlődés során,
a környezet is átalakul. Magasabb szintre jut anyagainak átalakítása révén. Az ipari épület tehát a legintenzívebb, legelemibb helyszíne a Föld tudatos emberi tevékenységgel történő átváltoztatásának. Olyan sűrűsödési pont, amelyen átömlik a nyersanyag, és feldolgozott formában alakot öltve távozik. Az átalakulás, a metamorfózis szakrális jelentőségét megértve, jogosnak kell tartanunk, hogy elsősorban az ipari folyamatok természetszerű végigkövetése eredményezhet organikus épületet. Hogy az ipari épület áll legközelebb Hugo Hering célszerűségi kategóriájához. Igen. 3. Na most ez egy óriási gondolat, hogy az ipart, amit pusztán természettel ellentétes, természetromboló tevékenységként hallottunk eddig fölfogni, hirtelen organikus folyamatnakként láttad Gerle János, és azt mondja, vagy minden bizonnyal Rudolf Steiner, hogy az anyag átalakítása az ugyanolyan tevékenység, mint az ember önmagának az átalakítása. Ez tehát egy olyan különleges értelmezése a tejépítészetednek, ami nem csak különleges, hanem ugyanakkor teljes mértékben hozzáillő. Mit gondolsz erről a megközelítésről, amit itt Gerle Az egyik dolog ennél egyszerűbb, és visszautalnék gyerekkoromra, nekem az a szerencsés sors jutott, hogy én Óbudán a gázgyári lakótelepen nőttem fel. A gázgyár maga egy ipari környezet, ami most a, mi ez, akármilyen park. Grafisoft park. Egy varázslatos, gyönyörű környezet, a kátrányozó tornyokkal, a víztoronnyal, mindennel. És a almási balokféle 13-ban épült lakótelep pedig szerintem a világ közepe úgy, ahogy van. Mindenfajta szempontból. Szociológiailag, építészetileg, minden. Egy omega alaprajzú területet képzeljenek el, aminek a közepén park van, és a parknak az apszisába az óvoda. Tehát az a Klebersbergi mondás, hogy a legfőbb közjószág a gyermek, az nem duma, hanem valóság. Térben megjelenő valóság. Tehát innentől nekem az ipari épület az valami fajta kézművességet is sugalló, szolidan természetesen, de sugalló. Ugyanolyan részletgazdag dolog. Tehát én megint csak nem tudok meghatódni attól, hogy biztos nagyon okos dolog kitalálni egy nagyon racionális szerkezetet és egyéb ilyesmi, és szól ez nekem valami, vagy a többieknek szól valamiről? Én nem vagyok ebben biztos, de mindenkinek a hite szerint ebben én nem akarok belemászni. A másik dolog a steineri világ. Amikor azt mondtam, hogy mi tudni szerettük volna azt, hogy a drága mester az honnan is van az a nagy bölcsesség, ami neki adatott, és hogyha ő antropozófiára hivatkozik, akkor mi is antropozófiát kezdtünk tanulni. Ez egy jellemző és nagyon érdekes történet volt. Összejöttünk egy lakásban, és rengetegen voltunk, mondjuk 50-en. Ez ugye azért a 80-as éveknek az elején járunk, ez 81-82, tehát ez mondjuk nem volt teljesen veszélytelen. Majd utána talán a Mézbe mentünk át, nem tudom, valahol valami nagyobb nyilvános helyre mentünk, és már nagyon sokan lettünk, ugye? És az Imre azt mondta, hogy jó, akkor a következő órára, a szabadság filozófiáját tanultuk, mindenki fejből fölmondja a két kérdést, amivel kezdődik a mű. Szabadnak mondhatja magát az ember, mint akaró lény, stb. Ez egy dologra volt jó. A 70-80 fő lecsökkent abban a pillanatban 25-re meg 20-ra. Megint csak ugyanez a szimptóma, hogy a világ titkát 10 perc alatt szeretnénk megtudni, ja, de hogy ezért iskolás módon tanulni kell, hát menjen a makoveca. Úgyhogy maradt egy mag, úgyhogy én így maradtam ott, és 7 évig tanultam antropozófiát Kálmán Pistától. Játszottunk karácsonyi játékot, csináltunk ünnepséget Siómaroson, tehát minden hülyeséget megcsináltunk, és őszintén megmondom, és ez megint csak ciki, de ez az én felépítésemből adódik, hogy én mindent elfelejtek.
Tehát nem marad meg bennem egy ilyen tételszerű, okosságszerű dolog, hanem jó, vicces lesz, itt van lent. Tehát, de nem ettől ilyen az alkat, az a lustaságtól van. Minden gyomorra megy, mindent emésztéssel tanulok meg. Nem egy tudatos dolog, nem tudom fölmondani a Steineri tételeket és a nem tudom én miket. Amikor olvasom a Steiner könyveit, és nagy élvezettel olvasom, majdnem mindegy regényt, akkor értem, meg tudom, hogy miről van szó, de nem tudom elmondani, hogy miről szól. És kétségtelen, hogy abba a 7 vagy 9 osztatú világba, amiről a Steiner beszél, abba az anyag átnemesítése, alkimista fogalom, a legmagasabb rendű dolog, és a legfontosabb, nem a szép lélek, nem az ellen nagy ragyogása, hanem ebbe a teremtett világba belevinni ezt a, nem tudom mit, szellemiséget. És egyre inkább ez izgat. Végén lesz az a duma, hogy hívjáktól? Igen. Jó, akkor majd akkor visszatérünk rá, jó? Ide hozhatjuk, ha gondolod. De az a végén... Végén lesz, végén, jó, végén. Bocsánat, mihely titok. Még három mondat Gerlétől, akit azért is tartok fontosnak idézni, mert mégiscsak ő volt a magyar organikus építészet első és azóta is legjelentősebb. Olyan teoretikus, aki kísérni tudtam Makovec Imrét, ami sem szellemileg, sem gyakorlatilag nem volt könnyű feladat. Következőt írja erről az épületről, ezzel az épületeddel kapcsolatban Gerle János. Túri Attila az ipari építészetet bádogdoboz gyártásá degradáló korban nyúl hozzá a kisebb gyárépületekhez, műhelycsarnokokhoz, kutatóintézetekhez, azzal a finom érzékenységgel, amely több évtizedes tervezői pályán fokozatosan alakult ki, és az utolsó évtizedre kikristályosodott. Családi házait és közösségi épületeit jellemzi az az anyaghasználat és szerkesztésmód, amely mindkét funkcióban egyaránt alkalmas, nagy vonalúsága mellett a belső terek intimitásának, a változatosságnak, a térkapcsolatok gazdagságának, az anyagokkal való közelség érzetének megteremtésére. Mintha most az ipari folyamatok számára hozna létre hasonlóan közvetlen, barátságos helyszínt, másfelől az ipari tevékenység otthonát vonná be a közösségi terek, közösségformáló, a szociális környezetet érzékenyen szolgáló körébe. Mindkét példa azt erősíti, hogy Túri Attila, pontosabban ez a példa azt erősíti, hogy Túri Attila úgy foglalkozik az ipari épületekkel, a munkatereivel, hogy azok kulturális funkcióját láttatja, érzékelteti a kultúra szó eredeti megművelést jelentő értelmében. Tehát Gerle, belülről látva a ti csoportotoknak, csoportjaitoknak, tervezőirodáitoknak a tevékenységét belülről követve ezt évtizedeken keresztül így értelmezte a te ipari építészetben kifejtett tevékenységedet. Esetleg ez neki van szólt hozzátenni, vagy lépjünk tovább? Csak annyit tovább. Megint a gázjáról, tehát hogy ott nőttem föl, mindenki a gázjárba dolgozott. És az emberek közti viszonyt is befolyásolta az, hogy a gázjárba kinek milyen beosztása volt. Tehát, hogy ő a nem tudom én mi, akár főcsővezető, vagy fogalmam sincs. Igen, a Jani az valaki, az a tudatot tudom, de azok is voltak ott. Tehát, hogy ez egy átszüremkedett az otthonoknak és a hétköznapoknak a világába, a munkának a világa. Hogy értéket jelentett az ott való, hogy büszkeséget jelentett gázgyárosnak lenni. És ezt nem gyerekként ezt végigéri az ember, és én mindig úgy gondoltam a munkára, nem mindegy letudandó rabszolga világra, ahol megcsinálok valamit, és akkor majd pénzt keresek, és akkor elmehetek a Himalájába belőle hegyet mászni, és akkor majd megint visszamegyek, hogy melózzak, hogy megint elmehessek, és akkor kipihenjem magamat, hogy tudjak melózni, hogy aztán utána legyen pénzem, és elmegyek világba, hanem úgy gondoltam, hogy a munkába tud kiteljesedni az ember.
mert ott tud átalakítani valamit, most anyagot, vagy bármit. A tanítás is ilyen, ott is egyfajta átalakításról van szó, csak a tanításhoz kell a legnagyobb hit, mert annak nincs visszajelzése. Ha csinálsz valamit, akkor azt, ha anyagból csinálod, akkor rá tudsz nézni, és azt mondod, hogy ilyen vagy olyan, vagy elmondják, hogy ilyen olyan. De egy emberbe önteni tartást, hitet, embert művelni, embert építeni, aztán, hogy lesz-e belőle valamely, több száz diákot tanítottam. Hát van, amelyikből lett, van, amelyikből nem. Igen, hát az a kor, amiről te beszélsz a gázgyár kapcsán, abban még voltak munkások. Mármint a munkások, akik szakmunkások voltak. Ma már csak betanított munkás van. Így van. Egy, aki ugyanannyira helyettesíthető, mint egy... Így van. Mint azok egy nem voltak helyettesíthető emberek. Hát még igen, tehát őriztek valamit. Most mi úgy látjuk abból, amit nosztalgiázunk is meg. De ez egy másik beszélgetés témája lesz. A közterek egy rövid kitérő a te munkásságodban, és akkor nem sokára elérkezünk majd a legújabb épületethez is, hiszen ennek a beszélgetés sorozatnak az alkalmai részben vagy egészében arról szoktak szólni, hogy a főszereplő, a meginterjúolt művész most éppen mivel foglalkozik. De itt előtte még két apró kitérő, ez a Szekszárdi Béla Király tér kialakítása, illetve a budapesti hegyvidék közterei közül a Turul emlékmű, ami hosszan húzódó politikai vita tárgya volt Budapesten, illetve a Komárom. Ezekhez a köztérformálásokhoz milyen eszközökkel nyúltál hozzá? Béna. Őszintén mondom, nem, nem. A hegyvidéki tér volt ilyen, hogy megkaptam ezt a megbízást, hogy a Szmrecsányi Boldi csinál oda egy Turul szobrot, és akkor annak posztamást, meg környezet, meg egyéb ilyenek. És egy nagyon maníros tervet csináltam, ugye ez egy két irányba lejtős össze-vissza tér, ráadásul egy közlekedési csomópont, ráadásul Turul, ugye 2004-ben vagyunk, tehát a politikai szituációkat nem kell túlzottan sokat ecsetelnem önöknek. És rajzoltam egy tervet, és ugye az közismert a szakmában, hogy a hegyvidéki tervtanács az nem egy ilyen gyenge, buksi simogató világ, ugye Drága Mesterrel, Nagy Ervinnel, Reimholz Péterrel, Salával, Marosival, és sok más emberrel, Ferenc Pista is. És bevittem a tervet. És hát úgy biztos, hogy ott van az emberben az, hogy hát ez a Imrének az embere, hát azért nagyon nem rúgjuk ki, meg egyéb. És már mondták, jó, hát jó lesz, nem tudom én mi. És a Reimholz Péter elkezdett mondani valamit. Nem tudom, hogy mit mondom, a felejtésből élek. De olyan finoman és olyan elegánsan mondta el azt, hogy ez egy maníros ar, hogy az valami párját ritkítja. És talán a Zoboki mondta azt, hogy te olyan furcsa szögbe találkoznak itt a, ugye ahogy a Gábor szokott beszélni, egy kicsit ilyen hátradobott, és furcsa szögbe találkoznak itt ezek az utak, ez téged nem inspirált valamire? Nem mondom. Na jó. És az alvás. Hazamentem, letettem a rajzot, ránéztem, összetéptem, és megrajzoltam ezt. Hogy legyen dinamikája, mert egy közlekedési csomópontban, ahol zúgnak az autók, recseg a villamosa, nem tudom én mi, ott kell valami formai erőt is fölmutatni, nem lehet egy ilyen, jaj, szép burkolat, meg ma hálóba rakjuk, meg kis, nem tudom én miket csinálunk, hanem kellene ki, fölszakad a föld, és a végén fölszakad ez a posztamens, ami egy hatalmas kőtömb, és hát nem egy eredeti gondolat, de a köveket a második háború halottainak neveit tartalmazó szalag tartja össze. Igen, ez a mozzanat egyébként fölbukkan a 3 évvel ezelőtt elhelyezett holokauszt emlékművön az eltén, amit a Szabó Levente csoportja tervezett a mesteriskolában, ahol a tégla fúgájában rakták
a mesterkülök háborúban meggyilkolt áldozatok neveit. Itt a másik ez mennyivel? Ez 10 évvel korábbi. Hát ez 2004-es. De nem az az érdekes, hogy ki volt előbb és ki volt utóbb, nem, hát hanem egy gesztus, hogy hogyan tiszteljük meg ezt a dolgot, hogy lehet méltóképpen ezt megcsinálni. A másik az a Komáromba, hogy jövünk le a hídról, az első körforgalomba akarták föltenni, vagy csinálták ezt a turult, ugye az is kicsit közlekedési csomópont, és ott egyszerűbben kellett gondolkodni, de végül is az volt a gondolat, hogy csinálunk egy olyan posztamenst, ami két darab, és a kettő között van 10 centi rés. Rév Komárom és Komárom. És az egyik oldalon van a Magyar Komáromnak a utcahálózata, de az is úgy, hogy 4 vagy 5 rétegbe, tehát történelmi rétegek vannak egymással montírozva. És a másik oldalon Rév Komáromnak a hogy hívják, és vagy a csillag, vagy a nem tudom én melyik erődöm van kiírva azt, hogy sem csellel, sem erővel. És a két pengét egy ilyen bronz klammer köti össze, amire rá van írva, hogy sem csellel, sem erővel. Ez egy gyakorlatilag egy szobrászi megoldás, már nem is építészeti. Nem tudom, hogy micsoda, és Kaboldi csinált rá egy szobrot. Értem. Na most a középületeidről szólva, amiket itt közösségi tereknek nevezel, szeretném, hogyha bevezetésképpen megnéznék néhány percet a budakalászi faluházról szóló film részletből. A budakalászi faluház kapcsán felmerülő kérdés talán a szerves építészettel szemben legtöbbször felmerülő kifogás, hogy miről kell, hogy meséljem? Mennyit kell, hogy meséljem egy épület? Akkor, amikor én ide kerültem Budakalászra, itt is laktam akkor, és megkaptam ezt a feladatot, hogy itt, ahol most állunk, ez egy gyártelep. Ez a Klinger-féle fecskendőgyárnak volt a területe. Egy olyan romos épület, amin viszont részleteibe látszott mindaz a szakmai tudás, amit az akkori kor kőművesei szeretetből, jókézből beletettek ebbe az épületbe, és úgy gondoltam, hogy ezt nem szabad veszni hagyni, hanem mint gesztust folytatni kell. Bizonyos attribútumokat, bizonyos épületrészleket, részleteket, a településre jellemző formákat összegyúrva jelenti szó szerint egy faluházat. Egy nagy értéke volt az épületnek, egy mindent beborító, gyönyörűséges vadszőlő, ami jelenleg is ott a saroknál és tovább megtalálható, és ne egy puszta új épület, ami építészetileg nagyon szép és nagyon jó, de halott, de semmi élet nincs rajta. Meg tudtam csinálni, olyan szerződéses feltételeket tudtam kicsikarni a kivitelezőnél, aminél rongálási ködbér címén meg kellett óvni ezeket a töveket. A másik dolog az, hogy elkezdtek téglajegyet gyűjteni, és azt mondtam az embereknek, hogy ne téglajegyeket áruljunk, hanem a régi köveket, a falu köveit és tégláit gyűjtsük össze, és építsük be az épületbe, és ettől lesz ez a közösségnek a háza. Az épületnek a szervezése bizonyos értelemben nagyon egyszerű, mert hozott anyagból dolgozott az ember, ahogy mondtam, a szocialista szombatok öltözőiből és minden egyéb ilyenből, kevés pénzből. Tehát ez egy lehetetlen bejárata egyébként az épületnek, hisz az épületnek teljesen a sarkán van. Tehát a lehető legrosszabb helyen, elméletileg a legrosszabb helyen megyünk be. De akkor azt mondtam, hogy nem lehet szétverni a régiket, mert ennyi pénz nincsen. Menjünk be a sarkán, akkor ennek legyen egy felvezetése, megint narratív. Egy táguló tere, egy ellenperspektívikus tere, hogy egy kicsit tágabbnak tűnjék ebbe a szűkösségbe, és legyen egy olyan rotundája, ami tulajdonképpen egy külső tér, csak éppen le van fedve, amelybe egyes épületelemek beleállnak, amelyekbe különböző zugokat, helyeket, történeteket lehet kitalálni, és ez jellemzi az egész épületet, egyfajta mesélő épület, ha így tetszik. Ezek fontosak. Ez a budakalászi jellegzetes kapu zábé. Jártam az utcákat, becsöngettem, hogy
néném, ott az, hogy jaj, az még majd jó lett, néném, az ékszerelmére, mikor lesz az majd jó? Hát itt van, épül a faluháza, nem gondolja, hogy ha odaadná, akkor ha lejön ide a faluházba, akkor mindig láthatja, megsimogathatja a saját maga kövét. Ez egyfajta mágia, és működik. Zengőbb tereket akartunk csinálni, amelybe ez a meghajlított, megtört vagy gumivá vált gerinc óhatatlanul kihúzza magát. Mert a világ mindenséghez kezded mérni magadat, érzed, hogy ebbe a térbe nem lehet slamposan állni, hanem ez a tér előhozza az emberből ezt a világot. Az ide felvonuló ácscsapatnak a vezető ácsa megszólta a kupolának a tetőszerkezetét, hogy hát ilyet csináltak már, ez túl egyszerű. És akkor az ember bepipul, és azt mondja, hogy adjatok egy ácsszeruzát az Istenit neki, majd rajzolok én nektek olyat, ami kő. És elkezdtem rajzolni, akkor meg már tiltakozott, hogy jó, most már elég volt ez egyből a keresztvágásokból, mert elég volt. Mondtam, akkor most már játsszuk végig a játékot, és ebből a hirtelen kicsit felindulásból született ez a szerkezet, asztalnál nem jutott volna eszembe. Azt hiszem, a középület tervezési gyakorlatodnak és formálásodnak ez az 1995-ös, tehát nem mai épület, már a legtöbb elemét tartalmazza. Azt, hogy története van a háznak, az, hogy centrális teret tervezel bele, az, hogy megmozgatod a fő közösségi teret, ezt a bizonyos aulát, hogy nem egy sima, lapos, kisbelmagasságú áteresztő, puszta áteresztő tér, hanem valamilyen módon megállít, és egy bizonyos magatartást feltételez, ahogy itt el is mondod. Az anyaghasználat. Úgyhogy ezek mind rendkívül fontosak. Mit tudsz még ezt hozzátenni? A többi épület, például a legutóbbi, ahogy most már nem tervezés, de építés alatt álló Budakeszi iskola kapcsán, mindjárt oda fogunk érni. Látszik a Lajos-Mizsei városháza fogadóterénél is ez a magasságnak a kihasználása az építészetben, ahol egy tudatos eszköz, építészeti eszköz az, hogy milyen magas épületbe vezetett be az érkezőt. Meg hát egy egyszerű primitív trükk van benne, hogy külső teret csinálsz architektúrában egy belső térben. Így van. Hát tehát ugye... egy sűrítményt csinálsz az előcsarnokba, amiben sok mindent meg lehet oldani, hogy aki az információs pultnál dolgozik, az a fölött alacsony belmagasság legyen, mert egy erkély fölé lóg, tehát hogy ne egy végtelen térbe kelljen szegénynek egész napot ülnie, mert az elég undorító dolog, hanem legyen egy saját világa. De ugyanakkor ne legyen egy szocialista portásfőke, ahogy drága mester mondta, piros lábosból leszi a pörköltet a postást, vagy a portás, és mikor elmész, akkor rátszol, hogy hová lesz a menés. És az, hogy a külső tér és a belső tér egymásba játszatása otthonosságot hoz létre, mert kint vagy, köztérben vagy, de valahogy mégiscsak egy léptéket ad a dolog, és ez mániámmá vált, hogy ezeket a tereknek. De hát ez is a Lajos-Mizse is, meg a Budakalászi is átalakítás. Tehát a Budakalásziba most alaprajzilag, ami új, sokat mondok, a 150 négyzetméter. Most ez a legutolsó, ami most épül, és majd meglátjuk, hogy sikerül. Ez egy 16 tantermes általános iskola, aminek egyelőre csak a nagyobbik első üteme épül Budakeszin, és ez egy, mint minden ház, nyilván egy kísérlet. Mellette lévő házak, azok egy része lapos tetős, a másik része magas tetős, de inkább lenne bármilyen, tehát ilyen rossz arányú. Harmadik része az pedig mondjuk a 90-es években épült családi házak, ilyen-olyan. Nem rossz, jó minőségűek, de hát mondjuk nem az a dolog, amiért kifogy a film a fényképezőgépedből.
Tehát egy nagyon-nagyon vegyes dolog. Egyik oldalon magas tetős, kicsit inkább romantikus házak, másik oldalon ilyen tucat társas házak, tudod, a szalagerkélyel, ami 1,10 m, de nem tudsz kiülni rendesen. Tehát olyan fura. Mellette van nem sokkal a Vadász Bencének a bölcsödéje, ami egy ilyen kubus-szerű épület. Tehát így rendes, vegyes környezet. És ebbe kellett nekem ennek a kerekmező közepére iskolát csinálni, és végül is az a gondolat jött, ami meg tudtam csinálni, mert persze lejt a terep rendesen, tehát 5% lejtő van, tehát az épület két szintje között van egy szintnyi különbség, amit valahol az udvaron kell behoznod majd, mert hogy a bánatba, de ebből lesz egy ilyen teátrum jellegű belső udvar, hogy a belső udvar se egy ilyen számai-básai börtönudvar kinézetű dolog legyen, hogy kiugrók legyenek, beugrók legyenek, és ez amúgy is mániám, hogy egy iskolába nagyon sokfajta tér formát kell tudni adni a gyerekeknek, mert azon kívül, hogy a 4 lélektani alaptípusnak megfelelően, hogy szangvinista, kolerikus, vagy szangvinikus, de jó, oké, ennyit a tudományomról. Flegmatikus, azt tudom, mert az én vagyok. Piknikus. És hogy kifelé forduló, vagy befelé forduló alkatú, tehát hogy bandázó helyeket kell tudni csinálni, mert hát az egész iskolában a leglényegesebb dolog a szünet, ugye? Meg az oda menni, meg visszamenni. Típusú dolog, tehát hogy találjanak maguknak megfelelő helyeket. És nem akarok ebben ideológiát csinálni, hogy az iskola a második otthonod, meg a nem tudom, nem. Találd meg a helyedet, aztán kész. Épp itt az úrral beszélgettünk, a Berzsenyi Dániel gimnáziumban jártam a Huba utcában, ami egy apáca nevelő volt annak idején. Olyan kicsi osztályok voltak, hogy egymás ölébe ültünk. Tehát azt, hogyha valakit, tanárok nem hívtak ki rendesen feleltetni, mert hogyha valaki kiment, akkor fölborított 3 asztalt. Tehát akkor sómisor volt mind a fene. Egyszer nem fértünk el. De olyan hangulata volt a folyosónak, a széles, boltozatos folyosóknak, hogy ott viselkedni kellett. Tehát ott volt egy tartása rögtön az embernek. A tornaterem az negyed ekkora volt, vagy fele ekkora, mint ez a helyesi belmagasság, bel alacsonyság volt, nem magasság. Mégis volt egy hangulata az alma maternek. Hogy ez most sikerülni fog-e ebbe a kerített világban, mert nyilván az ember megpróbálja az európai archetípus, de hát nem csak európai archetípus, a kolostorudvaroknak a világát, tehát a zárt belső világ, a lényeg, ami nincsen, az üresség. A lényeg, hogy vannak benne olyan átjáró terek, amitől ez nem lesz mégse annyira zárt, tehát a zárt és a nyitottnak valamilyen fajta furcsa keveréke, és ugyanilyen a tömegformálás is lényegét tekintve két egymásba csavarodó spirál. Tehát elindul egy tető, megy egy darabig, majd lezuhan. Majd megint elindult, majd megint lezuhan. Majd megint elindul, majd megint lezuhan. Tehát ez a 3 hullám megy végig az épületen, egy 7 fokos fémlemeszedés van rajta. Tehát ez a Állj meg, azért ez nem gyakori az épületeiden, hogy fényben. Igen, de az a probléma, hogy baromi egyszerű, tehát csinálsz egy ezek ilyen 15 méteres traktus szélességet. Igen, rá tudok tenni cseréptetőt így. Most tervezek olyat, ami egyébként hasonló struktúra, és azon ez lesz. De itt valamiért a szembe lévő lapos tető, és nem tudom én miközött, próbáltam valamilyen fajta egyensúlyt csinálni, hogy ha megnézed az utcai homlokzatot, magas tető vagy lapos tető, nem teljesen tudod eldönteni. Mert ereszeket csinálok, tehát túlnyújtom a tetőt, a ez fal. Ez az utcai homlokzat? Igen, ez a bejárati homlokzat. Ami, hát remélem, hogy lejön róla, hogy hol a bejárat, mert ez a másik ilyen mániám, hogy mai építészetben sokszor ilyen cselédbejárók vannak, vagy hatalmas üvegfalak, amin úgy keresgélet, hogy hol lehet bemenni. Típusú dolog, tehát hogy egyértelmű legyen, mert az ember ősképekből él, tehát és az a ritmusa, hogy ez az egyébként egyenes tető, néhol kicsit meg van stuccolva, némikor kicsit túllóg rajta, mert nem bírok magammal, tehát ez az én problémám. Az részben egyébként a szembe lévő házaknak bizonyos léptékeit próbálja hozni, tehát az osztásnak de nem csak érzésre, és megpróbál eltüntetni bizonyos dolgokat. Tehát, hogyha van egy
lefelé egy tornateremnek lesz egy hatalmas homlokzata. Most egy tornaterem véghomlokzata, talán unalmasabb, vacakabb dolog, kevés van a világon. Hol van itt a tornaterem? Menjél még tovább, ott nem, még. Az a tornateremnek egyébként itt jobb oldalt a belső, vagy ott most bal oldalt a belső udvari, tehát a tornateremből ki lehet jönni a belső udvarra, hogy az öltözőkből ilyen színi előadásokat az udvaron meg lehessen tartani, tehát lesz egy kis színpad. Ott van egy árkád sor, ott el lehet mögött, azt el lehet függönyözni, és akkor van egy ilyen backstage, tehát lehet honnan előlépni a szereplőknek. Menjél még tovább, még tovább, még tovább. Hát ez a tornateremnek, ahogy jelk, és valahol kell lennie talán egy alsó homlokzatnak ennek. Tehát nyilván ez egy tornateremnek ez az ablaktalan homlokzata, mert ugye nem tehetsz ablakokat normál magasságban, mert kápráztat, meg kirúgják, meg egyéb ilyesmi. Tehát ez egy ilyen ipari dolog lesz. De ha kellő távolságra tőle, nem tudok jobbat mondani, hülyéskedek, tehát részleteket is, tehát formákat is adok, akkor talán ezt a rettenetet egy picit tudja eliminálni. Ennyi a trükk. Értem. Nem logika van benne, nem olyan fajta logika, ami a nem építészeti logika van. Sokkal inkább ilyen értelemben festői. Igen. Ezt lehet önkritika is, ha tetszik. Ez egy esztétikai formálás. Igen, de a dolognak vannak értelmei, tehát ahol fölgyűrődik, ott kiáratok vannak, ott közönségben járatok vannak, ahol fölhasadnak, ott a tornateremnek lesz egy önálló bejárata, hogy le lehessen választani a teljes iskola épülettől, és a budakeszi gólvágók esténként ottan tudjanak focizni. Most az időnk eljárt, úgyhogy zárásképp ezt a Vörös Iszap bejátszást a filmből szeretném megmutatni, ahol... Ahol pörköltet eszem. Ahol pörköltet is eszel, de nem, nem, sörkiflit eszel. Marha pörkölt. Meg állítól a sörkiflit. Állítól a sörkiflit. Az a szomzélappal áruló. Mi egy tányérból eszünk. Kóstoljon is. Nem, de hogy is. Kóstoljon, még van a kételt. Köszönjük. Megköszönjük. Jó, nagyon szépen köszönjük. Az egész. Ez majd egy eredmény hirdet is után is elhívják. Lábassal meg. Majd lovas. Nagyon szét van hullva a zsűri. Nagyon sok megszentelt pillanata van ennek a dolognak. A folyamat maga, ahogy drága mester mondta, az egésznek a dramaturgiája, ami a lényeg. És ebbe a dramaturgiába hozzátartozik az is, hogy a mester utolsó megrajzolt műve végül is felépült, ez a kis kápolna az erdőgazdaságoknak a összefogásával. És ezek azok a pillanatok, amelyek a közösségnek kézzel fogható, hogy mondjam, ünnepnapjai, lenyomatai, bármi ilyesmi. És ilyen ez a főzőverseny is. Ilyen főzőverseny nem volt ott, ahol laktak. Ez új. Ez azért van, mert egy közös sorsot éltek meg. Identitásnak is lehet hívni ugye a közös sorson alapuló tudatot, helytudatot, helyidentitásnak, bárminek. Ezek jó dolgok. Amikor itt voltunk a 5.-6. nap, és mentünk hazafelé, kimentünk az útra, lemosták a kerekeket, egyéb ilyesmi, mentünk, azt mondja a Zsiga, hogy na, hogy legyen. Mit csináljunk, mit építsünk. És persze hát az emberben a tapasztalat meg sok minden megy. Hát most mit építsünk. Notabene lapos tetős házakat, nem tudom én mit, egységes dolgot kell csinálni, ez biztos. Mit lehet? Ennek a nagy részét nem kellett megbeszélnünk, mert pontosan tudtuk, hogy egy, az emberekkel nem kísérletezünk. Tehát nem adjuk el nekik most a legújabb építészeti trendet, mert nem szabad, hogy erről szóljon. Kettő, viszonylag még meglévő hagyományok vannak építészetben. Mert nem olyan gazdag környék, tehát nem bontották még le a régi házakat. Van egy karakter a Somló környéki építészetnek. Ebből kéne kiindulni. Mondtam a Lacinak, hogy figyelj, szerintem borosz egyszerű, oromzatos házak is utcafrontra kiépítve, zárt kerítés. Tehát kitaláltuk azt, hogy mondjuk itt végignézzük, három vagy négy fajta eresz csomópont van.
3 vagy 4 fajta oromzati megoldás van. Lépcsős, sima, stb. Stb. Tehát azt meg lehet csinálni, hogy a 12-es típusú házat most 3-as ereszsel, 2-es lábazattal és 1-es oromzattal csinálott pajtást. Próbáltunk olyan szintre le egyszerűsíteni ezt a dolgot, hogy a mesteremberek is megértsék, ők se őrüljenek meg attól, hogy 110 különböző házat kell építeni, a megrendelők viszont azt érezzék, hogy mindenkinek más a háza, egyszerű módon részben az oromzatoknak a mindegyik más, részben a saját igényeknek a kielégítésével tudtunk megcsinálni. Azt hiszem, ehhez nincs mit hozzátenni, már csak azt az egy kis idézetet szeretnénk még megmutatni a jelenlévőknek, ami azt a bizonyos összefoglalását tartalmazza, ő is egy antropozófus szerző. Hú, ez akkor nem az a fájl lett, mert én odaírtam az aljára a belga vagy holland embernek a nevét, akitől az idézet származik. Most teljes revizálat, mindjárt fölüvöltök. Bernard Livegödnek van egy könyve, az a címe, hogy jót tenni a 21. század küszöpén. És abban Livegöd azt fejtegeti, hogy különböző korokban különböző eszmék, különböző gondolatok voltak vezérlő gondolatai egy-egy kornak. Ez a steineri felosztásban, ezek ciklusokra vannak osztva, ez 2500-valahány év egy precessziós elmozdulásnak az éve. Ez a váltás, ez 1300-as években történt meg Steiner szerint a világban. Akkor kezdődött egy másik kor, ami majd ezek szerint a vége valamikor 3800 körül fog történni. Tehát ezek hosszú időszakok. És azt mondja Livegőd ebbe a könyvbe, hogy a görög-latin kultúrának az alapkérdés a szépség volt. A szépség keresése egyébként ugye mai napig is egy görög szobor és a római szobrok a klasszikus gyönyörűségnek a netovábbjai. Mert a legfőbb probléma és a legfőbb kérdés a torznak és a szépnek, az egészségesnek, a fejlődőnek és a visszahúzónak a szétválasztása volt. Legendákban, mindenben. Livegőd azt mondja, hogy a igazság keresése az a keresztény kultúrának előtte előkeresztény, és tehát ennek a kornak volt igazán 2000 évnek a kérdése, ezért égettek meg engereket mágián, ezért írtották ki az albigenseket, ezért ment minden cécó, hogy mi az igaz. Az igaz és a hamisnak, az ármánynak a megkülönböztetése. Megint csak a fel és a leemelő, vagy lehúzó erők. És azt mondja, hogy ő úgy érzi, hogy a 21. századnak, tehát az elkövetkezendő koroknak nem ez a két kérdés az alapkérdése, ezt én tettem hozzá, hogy ez nem azt jelenti, hogy el szabad feledkezni a szépség és torz viszonyáról. Gondoljunk, egy picit komisz vagyok, de a mai világban, amelyben a torz olyan piedesztára van emelve, hogy az valami elképesztő. A hamisság nem számít semmit, mert az a lényeg, hogy ki mondja a hamisat, és nem az, hogy az szemen szedett hazugság. Hogy teljesen elviseljük azt, hogy nagyhírű emberek vagy politikusok szemrebbenés nélkül hazudjanak, és talán megvonják a vállukat. Tehát ilyen nincs a világon, ilyen normális, ilyen nem lehetne. De az igazi kérdés az a jó. Mert ebben szemben egy reális, bármennyire is mániákusnak és összeesküvés elméletnek tűnik, egy reálisan megjelenő gonoszság van ebben szemben. Ma a gonoszság ellen kell tudni küzdeni. A komisság ellen kell tudni küzdeni az embernek, és ezt nem tudom más, hogy kifejezni, és megint csak ezek, kérem értsék meg, én összehordott gondolatokból és megemésztett gondolatokból tudok táplálkozni. Ezeknek a legnagyobb része, drága mester, és nagyon sok minden más. De
nem tudom máshogy megfogalmazni ezt a dolgot. A mester mondta ezt, hogy a szeretet az nem egy ilyen édeskés, finomkodó, jaj, úgy szeretlek, I like you, yeah, típusú világ. A szeretet az egy megismerő erő. Ha valamit szeretünk, ha valamivel szeretettel fordulunk valami iránt, semmi ez, te ott maradsz, akkor abba bele tudunk menni. Belülről tudjuk megismerni. És ez a szeretet, ez vonatkozik saját magunkra, nem mint exhibicionizmus, hanem saját magunk reális megismerése. Steiner azt mondja, hogy a legnagyobb dolog oda eljutni, hogy szeretettel tudjunk fordulni a másik ember hibái iránt. Nem megkülönböztetéssel, nem sajnálkozással, hanem avval az érdeklődő szeretettel, amely, ha önzésre vonatkozik ez a dolog, akkor azt mondom, hogy de baromi jó, hogy te követted el ezt a hülyeséget, ezt a torzulást rajtad látom, mert bennem is megvan. Megvédtél attól, hogy ezen az úton menjek. És nem az, hogy hát az egy hülye, meg fú, ilyen, meg olyan, meg amolyan. Nem, ott van bennem is ez a dolog. Ha ebben a szeretettel avval foglalkozunk, nem avval, hogy ki mondja meg a tutit, hogy ki a Frankó Jankó, hanem avval foglalkozunk, amivel a mester foglalkozott, hogy olyan tetteket hajtott végre, olyan csirákat ültetett el a világba, amelyek a mai napig nem keltek ki. Amelyek mai napig alig bomlott virágba egy pár belőle. Nem, és ez most csúnya lesz, amit mondok, nem az a legérdekesebb a dologban, hogy most az épületeivel mi van. Fontosak, mert iránymutatóak a világba, mint a fasorba járna az ember, hanem mindazok a imaginációk, amelyeket ő elültetett, amelyek így úgy, a Kóskára Egyesülésben, vagy akadémia, vagy bárhogy, a maguk torz formájában sokszor, mert esendőek vagyunk. De egy életet, egy önálló életet próbálnak kibontani. Így úgy. És ez szerintem ez egyetlen fontos dolog, és egy másik gondolat, hogy ezt az egész Góvednek, az egész műsornak, amit ebbe a megtisztelő, rövid, furcsa vendégségbe itt töltünk, az egyetlen értelme, úgy látom, már a dombról lefelé haladva, hogy egy megfelelő ívet tud-e húzni az ember. Egy rendes ívet, az életének az ívét. És hadd meséljem el ezt a személyes élményemet, az egyik legfontosabb, sok élményem a mesterrel. Szekszárdról jöttünk, az a bizonyos főtérnél voltunk művezetni, és a 6-os úton jöttünk visszafelé. Nem tudom pontosan a dolgot, mert olyan, mint egy álom, és az álomban tükörképben vannak a dolgok. Ami jobbra van, az balra van, és tehát mindig úgy érzem, hogy a nap keletről süt, a Duna felől sütött volna, nem süthetett a Duna felé, mert hazafelé mentünk, és délután volt, tehát a másik oldalról kellett sütnie a napnak, de mivel az Imre beszélt, ezért mivel ő az anyósülésen ült, és ő beszélt, valószínű azért érzem, hogy onnan sütött a fény. És nem nagyon beszélgettem én a mester. Beszélgettem, de nem voltam ez a tudjuk meg a mestertől, és kérdezzük ki, és van olyan véleményed, és nem, ezt én nem szerettem, meg nem az én alkatom. Nagyon sokat hallgattunk az autóba. És egyszer csak ezen az úton annyit mondott a mester, hogy tudod, fiacskám, talán az elegancia fejezi ki a legjobban azt a tartalmat, amit át tudunk vinni a túlsó partra. És mert hülye gyerek vagyok, ezért hozzátette, hogy nem az öltözködésre gondolok, mondtam, meg azért ennyit leszűrtem én is. És ez egy nagyon fontos dolog. Mi az, ami átmegy? Mi az, amit át tudunk vinni? Ő azt mondta, hogy az elegancia. Nem a gigerliség, hanem mindaz, amit az elegáns szó jelent. Hogy minden ilyen
akaratunkat, aminek az egyik fontos dolga, hogy jövőben kikelő akaratcsírákról tudok én gondolkodni, ezt áthassa az elegancia. Ennyi a tudomány. Értem. Köszönjük szépen a beszélgetést.